Sziasztok srácok! Üdvözöllek titeket a következő bejelentő videóban. Megint vagyok ugye a szabályoknál, de hát ez általában természetes. Mondom, állítsd meg a videót, hogyha végig szeretnéd olvasni. És direkt egy másik bejelentő videó azért készülök ezzel, mert 7 nap és közeleg. Ugye ma volt egy live, kiment a vlog videó, és ha minden igaz, egy páran már láttátok is, mert ránéztem a YouTube-ra. Live-on is ott voltatok. Ugye nemrég bejelentettem, hogy megjelennek a live pontok. Ugye építős, és hogy hogyan lehet szerezni pontokat. Aki végignézte, az mindezt tudja. Amúgy legutóbb nem kapcsoltam facecamot, de gondoltam, most legyen, mert miért ne. Aki esetleg kíváncsi a pontokra, legyen az, hogy most elmondom. Elmondom, hogy kinek mennyi pontja van. Na figyeljetek, Barninak van 10, Berninek szintén 10, Oszinak 6, Rimwolfnak 11, Esztinek 7, Tominak 4, Karmának 2, Vikinek 3, Flórának, Sofinak és Adam Zeno Szánnak van pedig 1. De nem baj, lehet még gyűjteni. Ugye ez most elmedleg 3 fele látjátok, de előbb veszem fel, mert ez ilyen premiertként fog kimenni, időzítve természetesen. És igazából el akarom mondani, hogy mi lesz konkrétan 25-től a csatornaforduló napjától. Ide jövök az Eventex szobába. Itt már elég sokan rákattintottatok, hogy eventes vagyok, tehát részt vesztek magyarul az eventben. Ennek eléggé megörültem, és most direkt nem pingelek egy everyone-t, csak hogy amíg nem megy ki a videó, addig nem pingelek everyone-t. Tehát amikor kimegy és vége a premiernek, akkor fogom megpingelni az everyone-t, hogy ne most nézzék meg a skatok. Ki is írjuk, hogy sziasztok. Hó 25-től, csak ugye annyira nem olyan könnyű gépelni. Kezdetét veszi a csatorna hasznosítás. Meg fog kezdődni például a Minecraft-os építő verseny, és a live-ok, és a pontok szerzése is. Na, ezt fogom a videó végén elküldeni ide, amit most itt látjátok. Nem tudom, amúgy visszanéztem premierben az előzőt, eléggé homályos volt. Elméletileg, hogyha újra nézitek, akkor van rendes kép, ezért bocsánat. Na, ezt ki fogom írni. Viszont 7. hó 25-től, tehát egy hét majdnem, 7 nap múlva, vasárnap belevágunk a lecsóba, akkor ki fog menni egy jó pár videó. Ez az egyik. Másik. Dupla pontszerzési lehetőség lesz, még kitalálom, hogy meddig, de legyen 2 hét, amit úgy számolunk, hogy... Na várjatok! Augusztus valameddig lesz a szerzési lehetőség is, azban fix azt tudom mondani. Tudom, olyan 7., 8., 9-ére esett így fejből, nem tudom, de majd kiderül. Mint egy dupla pontszerzési lehetőség lesz egy bizonyos napig, amit majd megnézek és ki fogok írni. Vagy ide az eventesbe, de szerintem ide az eventesbe fogom írni. Na, ez az egyik másik dolog. Ütemezve lesz a csatorna fordulónak az napi napja. Az fix. Megpróbálok felkelni időben és videókkal ütemezve előállni nektek. Például 8-kor legyen az, hogy kereken 8-kor ütemezve be lesz téve egy videó csatornaforduló alkalmából. Utána, ha az megvan, legyen 10-kor beütemezve egy másik videó, ami eléggé el fog húzódni, és még vágás folyamatában is áll, tehát még nincs teljesen kész, de addigra fixen, hogy kész lesz.
12-kor fel fog menni egy másik videó is, amit szerintem eléggé fogtok várni, mert az is elég jóra fog szerintem sikerülni, és ha nem lenne időm megvágni, addigra fixre, hogy meg fogom délre vágni. És akkor legyen az, hogy 15 órától szerintem aznap nem fogok voice-ba menni, vagy hát nem tudom, mert nagyon várom azt a napot. 15 órától pedig lesz egy live, lehet, hogy 2 órás, nem tudom, és azt még kigondolom, hogy milyen. Tehát az, hogy Dragon Ball-os, vagy Minecraft-os, ez, vagy Among Us-os, nem tudom. De ezt mondjuk kigondolom, de szeretném beletenni a skacokat is valahogy majd a csatorna fordulóba. Úgyhogy átgondolom a dolgokat, hogy hogy legyen, és akkor úgy fogunk aznap találkozni, és megpróbálok majd minél többet live-olni akárhol, és ha annyira szeretnétek esetleg, hogyha ritkán becsusszan egy-kettő Insta live is, akkor lehet, hogy beiktathatjuk azokat is pontonként. Tehát, hogy az is pontra megy, de az nem duplára, az simára, de legalább az is pontot ér. Gondolkoztam az eredményhirdetés napján is. Próbálok majd egy hétfői napra tenni, mert körülbelül egy hónaposra tervezem, és utána fogom a győztessel megcsinálni a videót. Ezt majd megbeszéljük, nyilván azt is meg fogom vágni, és úgy megcsinálni. Úgyhogy szerintem ez a úgymond a reviews and stuff, ez is így ennyi lett volna a részemről. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy részt vesztek ebben, és örülök nektek, hogy tényleg itt vagytok a live-okon, támogattok, mármint avval, engem avval tudtok támogatni, hogyha megnézitek a videót. Nekem az a legnagyobb támogatás, mert engem általában a megtekintés nagyon sokat ér. Tehát van is egy videóm, aminek megvan az 1200 megtekintés, és annyira boldog volt, amikor megláttam, hogy megvan az 1000, mert arra ébredtem, hogy úristen, elértem egy 1000 számot, nekem ez nagyon jól esett. Úgyhogy ebben tudtok engem a legjobban támogatni, ha megnéztek egy videót. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a csatorna fordulón. Valószínűleg a héten minden nap lesz videó, legalábbis remélem. Max, ha nem, akkor csak így felveszem, és akkor úgy. Lehet, hogy egy-két nap nem, de valószínűleg úgy fogok mindig, úgy lesz, olyan lesz a videó címe, hogy 6 nap és itt van, tehát hogy közeleg már, és akkor tényleg a zsebünkben van. Tényleg megpróbálok nektek minél több dolgot megcsinálni. Úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok nektek. Úgyhogy köszönök szépen mindent, és akkor legyen szép napotok. Sziasztok!